tudom áttekinteni az egész társaságot egyszerre, mert a Tatjáról, vagy hogy hívják ezt? A fedélzetről beszélek, hogy jobb kilátások legyen a látnivalókra. Az egész kiránduló társaságot tisztelettel és szeretettel üdvözlöm. A kulturális örökség napjai című rendezvény alkalmából. Annyit erről, hogy a 80-as évek közepétől az UNESCO határozta el, hogy arra szólítja föl az ország, a világ népeit, világ országait, hogy ezen a napon, vagy ezeken a napokon, szeptember második hétvégén látogassák meg a kultúra részét képező, talán legfontosabb és legmaradandóbb részét képező épületegyütteseket, különösen olyanokat, amik nehezen megközelíthetők. Magyarországon már 12-szer rendezik meg a kulturális örökség napját. Ennek alkalmából írtunk is egy újságcikket, amiben a programot is közöltük, úgyhogy majd meg a jövő héten a Csepel újságban elolvassák. Még egyszer szeretem üdvözlöm Önöket, hittünk egy neves vendéget, és ide az ő nevében is üdvözlöm Önöket, Zalavári Györgyöt hívtuk meg, a ifjú, alig 87 éves építész, aki az egyik legrangosabb magyar építőművész, mindjárt látjuk az egyik művész. Első kitüntetését a Csepeli Csillagterep építésért kapta 1957-ben vagy 56-ban az Imbé díjat, azóta kapott Kossuth díjat, kapott Prima Primissima díjat és az idén Csepeli díjat is a javaslatukra. Üdvözli Önöket szeretettel, és nagyon nagy kár, hogy nincs itt, mert ő a magyar építészet történet nagy megélője is egyszer, a másik pedig ennél nagyobb ismerője. Úgyhogy sokat segített volna a látnivalókat illetően. Előre szeretném mondani, de mindjárt arról beszélek lehetőleg, ahol vagyunk, mert Eger is nagyon érdekes, de most inkább Budapestről. A Vigadó térről indulunk, szembe velünk ez a újra restaurált gyönyörű épület, a Vigadó épülete, amelyik helyén állt a Redut 1832-ben.